UFO lettél? UFO lettem. Én már hivatalosan is UFO lettél. UFO vagyok, aki Amerikában dolgozhat. Én még soha nem tudtam úgy randizni, hogy engem valaki csak úgy elhívott egy kávéra, vagy egy ebédre. Hát vagy, igen, hogy nem tudta, hogy ki vagyok. Más minőségű a helyzet. Teljesen. És még ha nem is tetszik valaki, még akkor is sokszor szívesen elmegyek, mert még életemben nem hívott meg senki úgy kávéra, hogy engem, hogy ezt a szőke lányt a buszon. Felakadtam a biztonsági övre. Szia! Jaj, de régen láttalak! Nagyon! Mary Poppins! Neki vetkőzünk! Szonya, jó! És elindulok közben, mert jönnek szemben. Indulj el, mert jönnek, igen, de jó meleg van itt. Itt föntök. Na. És hát hogy vagy, és mióta vagy itthon, és meddig vagy itthon, és egyáltalán? Mikor jön? Már lassan egy hete itthon vagyok, de valahogy annyi minden történt azóta, hogy így kapkodom a fejemet, hogy hazajöttem, és másnaptól Mary Poppins széria próbákkal, új gyerekekkel. Úgyhogy ez most olyan volt egy párszor, mint azok az álmok, amiket szoktam megélni, hogy állok a színpadon, mindent csinálok, és mintha nem lennék ott, és nem tudom eldönteni, hogy álmodom, vagy játszom tényleg. Ilyen háromszerű szürreális. Hát igen, mert leszálltál a gépről, és gyakorlatilag azonnal mentél a... Hát menni kell, próbálják. Jetlaggel együtt, hogy hívják be? Nagyon jó egyébként, mert az emberek nincs ideje jetlagre. Nem volt jetlagem most. De úgy látszik, hogy ezt meg kell szokni, amikor az ember két laki életet él. És akkor ez immár hivatalos, hogy te két laki most életet élsz, sőt, igen. Többet vagy kint, mint itthon. Hát gyakorlatilag most már, hogy... Mármint, hogy Amerikában, azt mondjuk ki. Mondjuk el, hogy Philadelphiába költöztem. Mindenki megkérdezi ilyenkor, hogy Philadelphia, de miért költöztél Philadelphiába? Majd elmondom. Jó. Szóval és köszönöm, hogy nem kellett megkérdeznem. De te már voltál Philadelphiában, úgyhogy te pontosan tudod. Utoljára mi ott találkoztunk. Igen. És annyira megörültünk egymásnak, hogy nem szomjasra boroztuk magunkat. Hát igen, nem szomjasra, és másnap valahol mentem is egyébként. Mentél New Yorkba? Jó, hogy mentem a workshopon, mert azt sem tudtam, hogy hol vagyok ott sem. Én könnyen voltam, mert én nyaraltam. Igen. Szóval, hogy igen, most már hivatalos a dolog, mert most már meg is kaptam a munkavállalási vízumomat, amit nagyon viccesen úgy, ez egy alien vízum. Ami ugye két értelmű szó hangolul. Igen, ugye idegent jelent, de igen. Szeretjük az UFO-k. De UFO-t is jelent. De UFO lettél? UFO lettem. Én már hivatalosan is UFO lettél. UFO vagyok, aki Amerikában dolgozhat, úgyhogy ez nagyon jó. De hogy kap az ember munkavállalási engedélyt Amerikában? Ez azért nem olyan egyszerű. Nem. Lássuk be, ahhoz kell tudni olyasmit, amit ők nem tudnak, úgy alsó hangon mondjuk egy művészembernek, nem? Amit így bizonyítani kell. Igen, hát ez a, ugye az O1-nek a tényleg, tehát az idegenen kívül, hogy ezt úgy hívják, hogy alien with extraordinary abilities, azt jelenti, hogy idegen, hát mondhatjuk természetfeletti, vagy különleges. Természetfeletti. De mert az extraordinary az, hát ugye, ez különleges. Különleges. Igen, különleges. De az alienhez úgy illik ez a, igen, nem igen. Természetfeletti, de hogy teljesen különleges. Ha véletlenül UFO-nak érezted magad eddig a világban, akkor most már tudod, hogy miért. Szóval, de ezt ők hogy mérik föl, hogy neked megvan-e ez az extraordinary ability-d? Hát ezt úgy mérik fel, hogy azért ennek van egy fél éves procedúrája, egy olyan papírmunka, összegyűjtés, hogy az ember így nem is emlékszik olyanokra, amiket össze kell szedni, hogy miket csinált. Az egész munkásságot be kell bizonyítani, hogy én ahonnan jövök, ott én valami különlegeset csináltam, maradandót, hogy én ismert vagyok, hogy én nekem vannak olyan filmjeim, színdarabjaim, szórólapok, hogy hányan jöttek a moziba, hogy igenis több százezres nézettségű filmek, hogy az összes, tehát mindent össze kell gyűjteni. Kellett ez neked? Miért kellett ez neked? Melyik része? Nyilvánvalóan, hát ez az egész Amerika. Olyan, te itt gyakorlatilag elértél mindent, amit el lehet érni. Igen. Díjak, most elismerések, szakma, igen. Közönség. És akkor? Lehetne benne fürdőzni. Hogyan menne tovább? Pénztárgép, csing.
És hogyan megy tovább? Hát nem tudom, van, aki ebbe beleül, vagy beleülne. Hát igen, én egy sokkal mozgékonyabb ember vagyok. Volt férjem, azt mondta, olyan vagyok, mint egy pillangó. Jaj, ha megmondok egy virágot, akkor... Ezt még a házasságod idején mondta, vagy pedig a váláskor, ezt vagy azóta. Ezt még a házasságunk előtt is mondta. Egyébként, és akkor így nagyon meg voltam sértve, hogy nem vagyok pillangó. De nem olyan pillangó. És nem, nyilván nem olyan pillangó. De hogy aztán rájöttem, hogy tényleg. Tehát, hogy így, ahol már nem érzem azt, hogy kihívás van, és nekem ott valami dolgom van, akkor én továbbállok. És ez most mindegy, hogy ez egy kapcsolat, vagy egy munka, vagy... Azért én már nem először ugrálok ki a szakmámból, tehát már többször vettem ki egy éveket. Ide költöztem, oda költöztem, utaztam, stb. Viszont Amerika meg a gyerekkorom óta annyira jelen van, hogy nem volt kérdés, hogy ez egyszer be fog következni. Hát ugye azt téged a magyar nézők úgy nem ismernek, hogy én láttalak téged Amerikában, gyakorlatilag akcentus nélkül beszéled az amerikai angolt. Ha már lehet ezt így mondani, az amerikai angol annyiféle, ahányan beszélik. De mégiscsak, tehát hogy nem azt, mert ha elkezdesz angolul beszélni Amerikában, akkor nem mondják azt, hogy egy kelet-európai vagy egy magyar, hanem valaki, aki akár ott is születhetett volna. Tehát gyerekkorod óta beszélsz angolul. Igen, gyakorlatilag előbb beszéltem angolul, mint magyarul, mert az édesanyám San Franciscóban nőtt fel, és amikor megszülettem, akkor angolul beszélt hozzá egészen az óvodáig. Ami egy baromi nagy előny, hogyha az ember, hát te tudod, de te gyereket, kétnyelvű gyerek, ezt a gyerekek meg szívják magukba, akárhány nyelven beszélnek hozzájuk, annyi nyelven fognak tudni. Ez így van. És az a sajátjuk lesz, az sose lesz olyan, hogy keresed a szavakat, vagy... hanem akkor vagy azon a nyelven beszélsz, és azon gondolkozol, vagy a másikon. Mm. És amikor kint vagy, akkor azon is angolul gondolkozol? Akkor az átvány, igen. De nem csak ez tűnt fel Amerikában, amikor találkoztunk, hanem az, hogy egy olyan... Én nem tudom, mikor láttalak téged ennyire felszabadultnak. Szerintem soha. Pedig ismerjük egymást, nem tudom, 20 éve? Majdnem. Jó, borosztunk is azért. Ja, jó, igen, az lehetőségi, de aztán pedig még németül is beszéltél aznap este, nem tudom, emlékszel. Nem emlékszel? Úristen, tényleg, a következő bárba szállsz. Elmentünk egy bárba a férjemékkel, és ott nem hitték el, hogy azt mondták a férjemék, hogy mi németek vagyunk. Igen. És jó, na jó, ezt hagyjuk, jó, ez nem tartozik. Jó, de nem csak jó, de nem hitték el, és amikor elkezdtél folyékonyan németül beszélni hozzá, akkor leesett a gyerek álla, és annyira elégtételt éreztem. Igen, a magyar nők megmutatják. Magyar nők tanulnak. A magyar nők tanulnak nyelveket. Mármint, hogy bárki. Na, de most a felszabadultságnál tartottunk, tehát most akkor ide vagy oda. Azt gondolom, hogy olyan szinten voltál felszabadult, hogy feltűnt. Nagyon más egy olyan helyen lenni, ahol amellett, hogy egyébként otthon érzem magam, mert mondom, annyiszor voltam már Amerikában, meg azon a környéken, azon a vidéken, meg a fél családom ott él, sőt, most már azt hiszem, hogy gyakorlatilag a szüleimen és egy-két ilyen nagynéni, nagybácsin kívül mindenki kint él Amerikában. Olyan jó, hogy az ember egy senki. Hogy egy, itt ugye az elmúlt 20 évben, amit itt éltem, egy senki különleges képesség. Egy senki ideg, egy senki UFO különleges képességekkel. De hogy nagyon érdekes, hogy ott nem kell azzal foglalkoznom, hogy megismernek, oda jönnek, autogramot kérnek, fotóznak, ami nagyon jó dolog itthon, de az ember valahogy egy kicsit elveszti önmagát abból, hogy ő valójában kicsoda, mint Oroszlán Szonya magánember, vagy mint Oroszlán Szonya színésznő, és akkor itthon ez valahogy már úgy összejön, és ott le lehet vetközni ezeket, és el lehet kezdeni úgy bármit csinálni. Téged ismerve, te mindig is egy ilyen, nem akarom ezt a hülye magányos farkas kifejezést használni, de az vagy egy kicsit, tehát hogy te olyan jól megvagy mindig úgy magadban. Tehát, hogy soha, a barátaim az antiszociális szót szoktak használni, ezt én nem nagyon finoman fogalmaztál. Hát mégiscsak a vendégem vagy abban a műsorban, aki felülkerekedik, alul marad, mondta ezt Vitrai Tamás vagy Antal Illő, nem tudom, de lényeg tényleg, de te úgy megvagy, így kerek egész vagy, anélkül, hogy más embereken keresztül határoznád meg magad, és ezt most párkapcsolati szinten ugyanúgy értem, mint baráti szinten, és ezt azért kevés emberről mondhatom el az ismerőseim közül. Nyilván ez ott odakint előnyödre válik, nem? Vagy megkönnyíti azért az életet? Hát megkönnyít, és nagyon, tehát nyilván nagyon nehéz mindenkinek, a barátaimmal, egyedül a családomnak egy olyan emberrel, mint én, aki nagyon jól el vagyok egyedül,
sőt, nagyon szeretek egyedül lenni, és szükségem van az egyedüllétre. És én egy egyke gyerek vagyok, aki a nullától, jó, hogy ott laktak egyházban, laktunk három vagy két unokabátyámmal, és ott velük voltam összezárva kiskoromtól, de mégiscsak azért én egy egyke vagyok, akinek meg kell tanulnia egyedül elszórakoztatnia magát, és feltalálnia magát. És a szüleim sokat dolgoztak, nem voltam kulcsos gyerek, de majdnem ez a kategória, hogy hazamentem az iskából, anyám sokat járt külföldön, apám éjszakázott a filmgyárban, tehát ugye el voltam. És megszokod azt, hogy kell az a... Nem tudom elviselni, hogy valaki az aurámban van állandóan. És mindenki ezt kérdezi, és nem vagy magány. Megint megkérdeztél valamit, amit ők akarnak kérdezni, tehát nem vagy magány. De voltál már életedben magányos? Egy ilyen ember tud magányos lenni egyáltalán? A magány és az egyedüllét, az két különböző dolog. Ezért kérdezem. Igen. Biztos, hogy sokszor éreztem azt, hogy jaj, de jó lenne, hogyha valaki vigyázna rám, de annyira megszokod, hogy már föl se tűnik. És akkor néha vannak talán olyanok, hogy olyan dolgok maradnak ki az életemből, hogy nem tudom, mondjuk elmegyünk nyaralni a Karib-szigetekre, tudom én, ha most lenne családom, vagy lenne egy... De ezt meg lehet csinálni barátokkal. Szóval, hogy valahogy nem éreztem soha, magányt nem éreztem. Oké, akkor kérdezem úgy, hogy mondjuk egy társ nem hiányzik-e? Tehát mondjuk pasizoleként, ha megkérdezhetem ezt most így, ezt ugye megkérdezném azért kamerák nélkül, mert hogy vagyunk olyanban, de most gondoltam, most ezt így kilövöm ezt a kérdést, aztán majd legfeljebb kivágjuk, ha azt mondod. Nem fogom kivágatni. Megint csak a senkiségnek és az ismeretlenségnek az előnye az, hogy én még soha nem tudtam úgy randizni, hogy engem valaki csak úgy elhívott egy kávéra, vagy egy ebédre, hát vagy, igen, hogy tényleg. Nem tudta, hogy ki vagyok. Más minőségű a helyzet. Teljesen. És akkor van ilyen, hogy csak úgy ezt a helyes szőkelányt, aki ilyen mosolyog, így meghívjuk egy kávéra? Ez mit tudom, én buszon vagyok New York felé, vagy nem tudom, és akkor elkérik a telefonszámomat, hogy ezt mondja, nem iszunk-e meg egy kávét. És még ha nem is tetszik valaki, még akkor is sokszor szívesen elmegyek, mert még életemben nem hívott meg senki úgy kávéra, vagy engem, hogy ezt a szőkelányt a buszon, vagy a parkban, vagy nem tudom, egy könyvesboltban, de hogy ez annyira jó, hogy végre, nem tudom, 20 év után valaki azért kezd el nekem udvarolni, mert nem tudom, tetszik neki a két szép szemem, vagy a, tudom, a... Jó, hát biztos azért itthon is udvaroltak azért, mert tetszik neki. Igen, de nem tudtak elvonatkoztatni azért. Ezt te megszenvedted egyébként? Nagyon. Szerintem az összes, igen. Tehát, hogy az én nagy egyedül létemségének a nagy része az, hogy nagyon... Hogy valahogy biztos, és nem tudom, hogy ez szakmai értelemben fogalmam sincs, de nekem mindig civil partnereim voltak, és az elején nagyon jól működött, és aztán, amikor én nagyon elkezdtem dolgozni, és valahogy ott... Ez úgy belejött. Tehát én sose tudtam, hogy akartam, én megpróbáltam azt, hogy én egy normális ember vagyok, és akkor majd család, és majd gyerekek, és nem tudom, de ezt rájöttem, hogy így nem tudom. Tehát mindig volt valami olyan, amiért kitoltam, hogy jaj, még nem, meg még ez, meg még az. Tehát nem egy karrierista állat vagyok, csak... De nem lehet, hogy a megfelelő partner nem volt, vagy nincs még meg hozzá, és akkor... Igen, mindig ezt mondják. Igen, hát most én is ezt mondom, mert lehet, hogy azért mondják mindig, mert ebben van valami. Igen, esetleg. Csak közben annyi dolgom van még magammal, meg az életben. Szóval olyan izgalmas igen. dolgok vannak. Én egy önző állat vagyok ilyen szempontból. Jó, hát ez a fair enough, mondaná ezt az amerikai barátnőd. Igen. Tudnának-e olyan szerepet adni, ajánlani, ami miatt hazajössz? Nyilván. Nem biztos, hogy ez... Hosszú távon hazajössz. Hosszú távon. Hát most 3 évre kaptam meg a munkavállalási vízumot. És jönnek is ajánlatok, tehát, hogy ezt, és szeretnék zsélni ezzel a lehetőséggel, és ki is szeretném használni. Ugye itt ezt a színház sinli meg, ugye az egyetlen, amit meg tudtam tartani a Mary Poppins, mert a Madec színház 4-5 havonta veszik, hogy mindig rotációban mennek a darabok, és akkor haza tudok jönni, és 3 hétig egyfajtában Mary Poppins-t játszom. De annak már megvolt a próbaidőszaka, tehát nyilván nem kell másfél hónapot itt lennem.
A forgatás az egyik ilyen dolog, ami megoldható lenne. Én 8 éve nem forgattam magyar filmet. Hát ez nekem is feltűnt. És ez szerintem elég sokaknak feltűnt. És ez nem azért van, mert nem vagy tehetséges. Azért ezt így mondjuk ki. Ez és ezt majd én kimondom. Ez a mi? Kispad, nem, vagy mi ez? Kispadra ültettek, úgy érzed? Uh-huh. De miért? Nem tudom, biztos túl sokat forgattam egymás után egybe, egy éveken keresztül, és unalmas lettem, nem tudom. Keserű vagy? Emiatt nagyon, nem picit, ez nekem nagyon nagy szívfájdalmam, és soha nem értettem, hogy miért nem hívnak el még csak castingra sem, mondjuk egy másfajta félet. Nem volt még olyan rendező, aki azt mondta, nem igaz, meg külföldi filmekben igen, de azok ugye nem ismernek. Magyar filmrendező még nem volt, aki azt mondta, hogy na gyere, figyelj, akkor teljesen fordítsunk ki téged önmagadból, és csináljunk valami olyat, hogy mindenki meg fog lepődni, még te is, hogy hát igen, ezt pedig nem egy műsorban mondtad el, kvázi üzentél is. Állandóan üzenget, folyamatosan, hogy hello, itt vagyok, én beleugrom bármibe, hívjatok. Igen. Igen. Nem. Nem tudom, mi ez. Biztos, hogy a sikernek ára van, meg nem tudom, akkor nagyon-nagyon-nagyon beindult minden nekünk ott. Hát nagyon, a valami Amerikával nagyon. Igen, abban az időben. Lehet, hogy az volt túl nagy siker volt. És van, lehet ilyen keserűség esetleg a másik oldalon is, hogy ő már megcsinálta a szerepet, nem tudom, hányan nézték meg a valami Amerika filmeket. Hát a 2,5 millióan kb. Vagy annyian talán. Nem, hát 1,5 millióan csak az első. Csak az első. És igen, és akkor még jött a második. És akkor most már jön a harmadik. Akkor újra fogsz filmet forgatni. Igen, mert pont kaptam a telefont, hogy bármi van, csak azt tud, hogy jövő nyáron forgatunk, és gyere haza. Mármint, hogy idén nyáron? Már, hogy úgy jövő, 2017 nyarán. 2017 nyarán. Hát, ha szerencséjük van, akkor addigra megcsinálódott kint a világhírt. Nem szeretném. Ezt azért nem hagyhattam ki, mert minden magyar művész, aki kimegy, és szerencsét próbál, megkapja itthonról azt, hogy na, ennek is a világ, nem elég, ami itthon van, a világhír kell neki, és aztán, amikor nem jön be, mert azt ugye csak így adják, igen, akkor meg megy az ív, hogy na, neki se jött be. Igen, a magyar nagyon ember. Már kapom ezeket, úgyis vissza fog jönni, na, nem, neki miért sikerülne ezeket. Hallasz ilyeneket? De honnan hallasz ilyeneket? Én még nem hallottam. Nyilván nem abból a környezetből, ahol én vagyok, mert szerencsére én azért általában olyan emberekkel veszem körül magam, akik engem mondjuk szeretnek és drukkolnak. De nem tudom, hogy miért van mindenkiben az, hogyha egy ember elmegy és egy picit mást csinál, meg máshol, hogy ott ugyanazt a minőség, ugyanabban a minőségben kell szerepelnie. Mint tehát ugyanúgy be kell fussál, és sikerfilmekben kell. Nekem köszönöm, tök játszani. Jól befutottam Magyarországon, nagyon jó Magyarországon ismert színésztőnek lenni. Én nagyon örülök, amit most ugye beszélgetés elején beszéltünk, nagyon jó kiülni egy parkba, egy étterembe, úgyhogy az embert nem rohanják le, meg nem ismerik meg. Én nem akarok világsztár lenni. Én nem akarok úgy elmenni nyaralni a nem tudom hova, hogy én nekem paparazzi jön utána, meg a állandóan egy testőr jön mögöttem. De Szonya, mi van, hogyha véletlenül beakad egy olyan filmszerep, mert azért van kint ügynököd, most már. Igen. Ha beakad valami, amivel ez jár. Jó, hát akkor majd beszélhetünk arra. Nem fogod visszaadni. De hogy mondjam, remélem. Nyilván nem, de nem, tehát hogy mondjam, nem ez a cél. Tehát tehát a cél az, hogy kinézem, hogy ugye szépen lassan, én nem szoktam annyira előre tervezni, én szép lassan haladok lépésről lépésre. Én nyilván magamba tervezem azt, hogy fejlesztem magam, képzem magam, kész legyek a lehetőségekre, amikor casting van, akkor toppon legyek, tehát nyilván én is szeretnék jó dolgokat csinálni, de én semmi más nem szeretnék, mint gyakorolni a hivatásomat, amit nagyon szeretek. Szeretnék színpadon lenni, szeretnék filmezni, szeretném csinálni azt, ami az én dolgom, amihez én értek. És nekem az mindegy, hogy most egy világ ismer, vagy itt Magyarország örül nekem, hogy ott is már dolgozom. Nagyon jó, és szomszéd bácsi pont mondta reggel, azt mondja, úgy örülök magának, vigye a hírt a magyarokról, hogy vannak igenis tehetséges magyarok, tudják meg az amerikaiak. Mondtam, jó, igyekszem. Ahogy ennyi, hogy az ember máshol is. És akkor most, tehát hogy az a terv, hogy nincs hosszú távú terv, viszont van egy 3 éves terv, amire a különleges képességű UFO vízumot szól,
És akkor ügynök, és eljársz majd válogatásokra, vagy már jársz? Vagy voltál már? Voltam már, meg a színházakhoz is most vannak az éves meghallgatások, amikor most visszamegyek. Aha, ja, hogy mert hogy ott ugye nem feltétlenül állandó társulatok van. Nem, ott nincsenek társulatok, ott darabokra vannak, és tesszük ugye nem szúrnak ki magukkal, hogy minden egyes darab előtt castingoltat, nem tudom, több száz embert, hanem egyszer egy évben castingoltatnak több száz embert, és utána célzottan hívnak castingra az adott darabhoz. És most akkor a mázlim van, hogy pont arra vártunk már az ügynökkel, a színházakkal, akiknek voltam mindenkinek beszélni, bemutatkoztam, mondta, hogy mindenki arra várt, hogy meg legyenek a papírjaim, mert akkor tudunk ugye érdemben előrelépni. Úgyhogy most megyek vissza, és rengeteg casting vár rám. Úgyhogy össze kell magam szednem minden bátorságommal. Nem mondod, hogy még van ilyen para izgalom? Hogyne. De ezért csinálom az egészet, mert végre van egy kis izgalom. Mert megint egy kihívás. Nem tudok. Azért úgy megnézném Oroszlán Szonyát, ahogy így izgul egy amerikai casting előtt, hogy így zapszem és minden. Megmondom őszintén, Magyarországon rosszabb castingolni, mert ott nem ismernek, és nincs akkora vesztenivalom. Itt meg ugye már elvárják, hogy jó legyél, mert hogy már izé, nem lehetsz rossz. Itt sokkal rosszabb castingolni Magyarországon, úgyhogy ez egy picit megnyugtat, de úgyhogy most ilyen iszonyú tanulófázis van. Dalok, és de sor mindenbe kettő, tehát másfél-két percet van, nincs több. Egy casting másfél-két perc? Egy monológ, tehát 5 perc egy casting. Elmondasz egy monológot, kettőt, ugye nem lehetsz 2 percen túl, nem lehetsz. A dalot sem lehet, mit tudom én, hogy 18-20 ütem. Tehát úgy kell mindent választani, olyan szélsőségekkel, meg színesen, hogy abban a 5-10 percben te mindent meg tudjál. Formaidőzítés. Nagyon nehéz. Mint az olimpián. Igen. De azért izgalma, nagyon drukkolok. Nagyon édes drukkolok. Vagy. Jó, kösz. Tényleg, annyira izgi, és majd jövök meglátogatni. Hát azt mindenképpen. Én leettem a ruhámat, mai vendégünket, Oroszlán Szonyát gondolom nem nagyon kell bemutatni az itt ülőknek, hiszen az ő kedvéért érkeztek. Hát mi újság még? Érdeklődött a fiatal asszony. Nincs semmi különös, mondták neki. Megint csönd lett. Ekkor elerett az eső. Nem fog maga megázni? Kérdezte a föltámadott a Dolcs Dezső horgászba készítő kisiparos. Nem számít, mondta Hajduskáné, ő direkt szereti az esőt. Az attól függ, milyen eső, jegyezte meg a nénike. Ő erről a langyos nyári esőről beszél, közölte Hajduskáné. Hogy neki viszont semmilyen eső se kell, mondta apostol Baranyikov, mert elriasztja a látogatókat a temetőből. Hogy ezt ő nagyon meg tudja érteni, helyesett a horgászból készítő kisiparos. Most még hosszabb szünet állt be a társalgásban. Hát meséljenek már valamit, nézett rájuk a föltámadott. Mit meséljünk, mondta az öreg nénike. Nincs nekünk annyi mesélnivalónk. Hát nem történt semmi a szabadságharc óta. Mindig történik valami, legyintett a kisiparos, de ahogy a német mondja, selten kommt etwas besseres nach. Ez van, tette hozzá a taxisofőr, és minthogy csak fuvar szeretett volna fogni, csalódottan visszasétált az autójához. Hallgattak. A föltámadott lenézett a gödörbe, mely fölött nem zárult össze a föld. Várt még egy kicsit, de látva, hogy mindenki kifogyott a szóból, elköszönt a körülállóktól. A viszont látásra, mondta, és leereszkedett a gödörbe. A horgászból készítő kisiparos, hogy el ne csúszson a sáros agyagon, előzékenyen a kezét nyújtotta neki. Minden jót, szólt le a fiatalasszonynak. Mi történt? Kérdezte tőlük a bejáratnál a taxisofőr. Csak nem mászott vissza a sírba. De visszamászott, csóválta a fejét a nénike. Pedig milyen jól eldiskuráltunk. Nagyon, az ember, aki úgy elmegy, az úgy hazajön, és úgy szeretne hallani valamit arról, hogy mi történt, és mindig azt mondja, semmi. Hát akkor visszamegyek. Miért gondolja mindenki, hogy én egy fáradt, másnapos ember vagyok, amikor ez nem igaz? Én inkább sportos vagyok már. Régen sokkal aktívabb voltam, most már egy picit olyan csökött lettem. Tunya vagyok, meg... Lusta.
Kicsit csökött, kicsit gyökér, igen. Csak ilyen. Figyelj, de ez az igazság. Szentes Éva, hölgyem és uraim, személyesen. Hanem Kylo Ren. Kylo Ren és Yoda mester. Azért vedd le. Droid. Fiala Borcsa. Csiszér Goti, a fotósunk. Bruna Izakörgyina. És a Szilvi hova ül? Gyere, Szilvi. Köszöntelek titeket. Ez az Elviszlek magammal. Ha szeretnél feliratkozni a vmn.hu YouTube csatornájára, akkor kattints ide!